Jó estét kívánok! Március 20-án, szerda este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A Tatai Zsidóság emlékezete, új kiállítás a Volt Zsinagóga épületében. Főpróba a plébánia templomban, minden kész a passió előadásra. Ülésezett a Humán és Ügyrendi Bizottság. Összeült a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Igyekezzetek a városnak jó létén, ezzel a címmel emlékezik meg a Tatai Zsidóság értékeiről és történetéről az a kiállítás, ami tegnap délután mutatkozott be a Volt Zsinagóga épületében. A tárlat a legújabb kutatások és tárgyi emlékek nyomán idézi meg az egykori közösség életét. Korabeli fényképek, installációk, a túraszekrény másolata és egy közösség emlékei. A Tatai Zsidóságról mesél a Kunidomokos Múzeum legújabb kiállítása, mely a Volt Zsinagóga épületében fogadja a látogatókat. A tárlat alkotói hangsúlyozták, bár az apropót a holokauszt magyarországi eseményeinek 80. évfordulója ihlette, maga az összeállítás nem egy holokauszt kiállítás. Ennek a kiállításnak a fókuszában az élet áll. Az, hogy ezek az emberek itt éltek több száz éven keresztül Tatán, éltek, dolgoztak, működtek, és ennek vetett véget 80 évvel ezelőtt egy borzasztó történelmi esemény. És ugyanakkor teszek egy veszőt, mert azt mondom, hogy nem is vetett véget. Mert a 40-es, 50-es években, 60-as években, egészen a 80-as évek elejéig volt működő hitközség Tatán. Úgyhogy szeretnénk ezt mind-mind fölvillantani. És nagyon-nagyon fontos volt a kiállításban, hogy ne az ismert személyiségeket mutassuk be, a farkasházi Fischereket, a Bláthy Ottót, akik nyilván nagyon fontos része a város történetének, és ezt szeretném is hangsúlyozni, hanem akik megjelennek személy szerint, név szerint a kiállításban, ők a kis emberek, az egyszerű emberek, akik valamilyen módon mégis részei voltak, és tettek a város életéért, mégpedig nagyon sokat. Bár eddig is sokat és sokféleképpen kutatta a Tatai Zsidóság emlékeit a Kunidomokos Múzeum, egy ilyen témájú tárlat ezen a helyszínen különös jelentőséggel bír, hangsúlyozta a múzeum igazgató. Ha emlékeznek a kedves nézők, akkor 20 évvel ezelőtt és 10 évvel ezelőtt is kisebb kiállításokkal emlékezett már meg a múzeum a Tatai Zsidóságról, de az elmúlt éveknek a gyűjtései azok most kerülnek általánosan bemutatásra. Én itt szeretném megköszönni a múzeum munkatársainak az ebben való közreműködést, elsősorban Szűcs Józsefnek, másodsorban azoknak a tatai polgároknak, illetve Tatáról elszármazottaknak, akik minden követ megmozgattak azért, hogy minél több információnk legyen a Tatai Zsidóságról, hiszen a személyes emlékek, emléktárgyak azok minden szempontból fontosak, és jobban átélhetővé teszik egy-egy közösségnek a mindennapjait. A kiállítás várhatóan augusztus 31-ig lesz látogatható, a tervek szerint a Bibliai Örökség háza elnevezéssel egy Biblia múzeum lehet az épület a jövőben. Passió előadásával készül a húsvétra idén a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tatai csoportja. A szervezet már hónapokkal ezelőtt megfogalmazta, hogy megalakulásának 30. évfordulója alkalmából különleges programmal készülnek a hívek, ez előadás főpróbáját tegnap este tartották. Már jelmezben az előadás tervezett helyszínén tisztázták az utolsó jeleneteket a Virág vasárnapi passiójáték résztvevői. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívására sok lelkes jelentkező akadt, a teljes előadásban közel 50 fős önkéntes csapat működik közre. A rendezés az eredetileg a Pasaréti Ferences színjátszókörhöz tartozó misztériumjáték, melyet Meskó Zsolt jegyez. Általában a népi színjátszás két legfontosabb darabja, a Betlehemes és a Passió, az olyan embereket is megragad, akiknek különösebb köze nincsen a színjátszáshoz. De belehelyezzük magunkat az adott helyzetbe, és hívő emberek vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy Jézus születése és halála feltámadása ünnepére mi is, hogy úgy mondjam, ünneplővel öltöztetjük a lelkünket. Ez rengeteget számít, rengeteget segít ez a passió. Mindenki rájön, hogy tulajdonképpen ért ehhez, hogy játszon valamit, de a fontosabb az a lelki töltés, amit ennek a megtanulása és előadása során meg lehet kapni. Ez az egész törekvés, ez a
tatai 30 éves kézcsoportnak a kezdeményezésére indult el. Sokan vannak az egyesületből is, de még többen, akik nem tagjai a kéznek. Viszont a kéztagok is egymással, és a nem tagok is a tagokhoz csatlakozva valóban úgy gondolom, hogy közelebb kerülnek egymáshoz a felkészülés során. A tatai passiót virágvasárnap március 24-én 19 órától mutatják be a Szent Kereszt plébánia templomban. A soron következő képviselőtestületi ülés munkáját készítette elő ma a Humán és Ügyrendi Bizottság. A grémium 12 napi rendet tárgyalt, többek közt egy olyan kezdeményezést, amely a jövőben a közösségi együttélés alapvető szabályaiban is újdonságot hozhat. 12 napi rendi pontot tárgyalt mai ülésén a Humán és Ügyrendi Bizottság. Ezek közt az első két témában olyan rendelettervezetekkel kapcsolatos döntés született, amely többek közt a közösségi együttélés szabályaival foglalkozik, és már korábban is nagy igény volt rá. Különböző zajhatásoknak a zavaró hatását, vagy olyan berregő gépeket használtak, vagy esetleg hangosítással, bulizás ment erre vonatkozólag, meg hát azok a közterületek, amelyek a ház előtt vannak, hogy meddig, hogyan, kinek kötelessége rendet tartani. Ezzel kapcsolatban született egy ilyen tervezet. Én nagyon jónak tartom, hogy remélem, hogy végre ezt is tudjuk szabályozni, és ami lényeges, hogy azok, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, megfelelő hát szankciót is kell alkalmazni, hogy még inkább arra ösztönözzük a tatélyakat, hogy tartsák be. Ha sikerül megalkotnunk ezt a rendeletet, akkor kihirdetjük a tatélyaknak. Van egy hónap türelmi idő, hogy mindenki megismerje, és akkor utána lép érvénybe. Aztán vannak olyan napi rendek, ahol a Humán Bizottság véleményezi, és a testület számára majd, ha megszavaz a bizottság, elfogadásra javasolja. Ez meg főleg azzal kapcsolatos, hogy a bölcsődei, óvodai szolgáltatásaink bővülnek. Két olyan jelenségre hívom fel figyelmet, aminek nem örülünk, de ezt el kell fogadni. Az egyik, hogy a gyermek létszám fokozatosan csökken, az óvodába iratkozók száma is, viszont azoknak a gyerekeknek a létszáma, akik csak úgy integrálhatók be, építhetők be a normál gyerek közösségbe, hogy előtte fejlesztési munkával ezt erre alkalmassá tesszük, ezeknek a száma viszont aránya növekszik, és ennek kapcsán két napi rendi pont is foglalkozik ezzel a problémával, ennek a részben megoldásával, hogy a tatai úgynevezett szivárvány óvoda, ami eddig a Kincses Kert óvoda tanítézménye volt, ott a református EGMI, Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény fog egy olyan óvodát üzemeltetni, három csoportos óvodát, ahol ilyen gyermekeknek a fejlesztésével, felzárkóztatásával fognak foglalkozni. Ezzel kapcsolatban nyilván a Kincses Kert óvodának az alapító iratát is módosítani kell, meg az egymivel történő megállapodást, az ingatlanokkal kapcsolatos megállapodást is. Hát ezzel kapcsolatban is határozni kell a bizottságoknak, illetve a testületnek. A másik napi rend pedig a újúti intézmény, ugye ott is van óvoda, iskola, sőt szakképző iskola is. Az újúti intézmény is tevékenységkörét bővíteni szeretné, és ezzel kapcsolatban a bizottságunk véleményét kérik. Részben egy új óvodai csoport szolgáltatás, ahol szintén ilyen nehezen nevelhető, illetve hát sajátos igényekkel, nevelési igényekkel bíró gyermekeknek a nevelésével foglalkozni. Létszámbővítést is terveznek 10 fővel, illetve a szakiskolai ellátást azt kihelyeznék, és egy bérelt tanteremben végeznék. Megállapodott a Szompédi iskolával, Jávorka iskolából jött egy tantermet fognak bérelni, és így aztán a saját telephelyüknek a férőhely száma így megnövekszik. Ez ezzel kapcsolatos. Még egy napi rendre hívom a figyelmet, hogy szintén a bizottságunk saját hatáskörben dönt a pályázati alapokra érkezett pályázóknak a pályázatát kell elbírálnunk. Ugye előzetesen megemeltük a keretösszeget, 6 millió forint, 1,5 millió forint, illetve 5,5 millió forintot a oktatási, kulturális alapra, a szociális egészségvédelmi alapra és a sport alapra. Elmondhatom, hogy megint, hál' Istennek, sokan pályáztak, 25-en, 8-an, illetve 19-en, így a sorrendben, ahogy elmondtam.
úgyhogy tulajdonképpen az első és a harmadik esetben több összegre is, nagyobb összegre pályáztak a pályázók, mint ami keretösszegből rendelkezésre állnak, de persze igyekszünk is, az előterjesztés is így tartalmazza, igyekszünk úgy elosztani ezt a pénzt, hogy azért mindenki örömmel jól járhasson. Ma délután gyűltek össze Tataváros Önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottságának tagjai is. A legfontosabb témákat és napi rendeket a bizottság elnöke részletezte. A közterület használati rendelet a pénzügyi, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság napirendjei közt is szerepelt, hiszen az ülés 9 napirendje közül 8 a soron következő képviselőtestületi ülés munkáját készítette elő. A bizottság elnöke kiemelte a legfontosabb információkat. A második az viszont egy új rendelet tervezet, mert többször beszéltünk ugye a úgynevezett élhető komplex rendelet a létrejöttéről. Most ennek egyik első lépése a közösségi együttélésnek a alapvető szabályról szóló rendelet. Ez egy új rendelet, tehát nem rendeletmódosítás. Például az én körzetemben is számos bejelentés érkezett. Gondolok itt a Sport utca, Malom utcára. Új, vagy már ott levő régebben működő vendéglátóipari egységek, hogy nem tartják be a zaj, illetve a csendrendre, országos csendrendre előírásokat, és ezért szükséges volt egy helyi rendelet keretében szabályozni, ennek a részleteit fogjuk most átbeszélni. De egyébként a honlapon kint van, tehát bárki meg tudja nézni, és akkor jövő héten ugye a testület ülésre már bekerülhet. Döntés Tataváros helyi építési szabályzatának hát itt inkább csak javítások vannak benne, elírás javítások, de ezt is bizottságnak is és a testületnek is meg kell tárgyalnia. Pályázat kiírása városképi jelentőség épületek felújítására, ez gyakorlatilag több éve már megy, ez a programunk. Itt azokra a homlokzatokra kell gondolni, amelyek olyan városképi helyen vannak, magán ingatlanok, és ezeknek a felújításához a támogatás kiírásáról van szó. Tatai Kincseskert óvoda alapító okiratának a módosításáról lesz még szó, illetve ennek keretében, hogy ingatlan használati szerződés megkötése a református egységes gyógypedagógiai módszerte intézményéről, erről már többször volt szó, hogy szintén ugye a körzetemben levő Szivárvány óvodának a speciális ellátásban részesülő gyermekeknek az ellátása fog ugye megvalósulni, és ehhez kapcsolódik ez a döntés. És lesz még egy hasznosítási pályázat kiírása egyes önkormányzati tulajdonú épületekre, illetve ez is talán sokat érinthet, hogy a közműszolgáltatók 2024. évben milyen fejlesztéseket terveznek Tatán. Sokan kérdezik például tőlem is ugye a kábel tévék, ugye, hogy merre fejlesztenek. Itt ebből az előterjesztésből például ez is kiderülhet, és lesz még egy saját hatáskörben ugye a garázs bérbeadásokkal kapcsolatos napirendi pontunk is. Március 21-én reggel 8 óra és március 22-e éjfél között filmforgatás miatt lezárják Tatán a parkolót a Tanoda téren. Az érintett időszakban a tér melletti úttesten a gépjármű forgalom zavartalan lesz, viszont a Piarista rendház parkolóját nem használhatják az autósok. Ismét 100 virágszál vasárnapja lesz a hétvégén a Kossuth téren. Március 24-én 11 óra 15 perckor helyi néptáncműhelyek mutatják be a hagyományos böjti karikázót, amely a tavaszi megújulás és a megtisztulás szimbóluma. Szerda esti híreink következnek egy-egy mondatban. A tatai zsidóság emlékezete, új kiállítás a volt zsinagóga épületében. Főpróba a plébánia templomban, minden kész a passió előadásra. Ő
ülésezett a Humán és Ügyrendi Bizottság. Összeült a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Március 20-án, szerdán a Tatai Televízió napi híradóját látták. Én további szép estét, jó tévézést kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!